Köszöntöm a kultúrszoba minden nézőjét! Rendhagyó módon zajlott a Wosinski emléknap a Megyei Múzeumban. Az intézmény előtt álló Wosinski mor szobrának megkoszorúzása és a kitüntető díjak átadásán túl izgalmas programokkal, koncertekkel, várostörténeti sétával várták az érdeklődőket két helyszínen. A kapcsolattartásnak az egyik legfőbb helye volt egy ilyen, én általam kultúrháznak nevezett székház. Ha csajozni akartam, el kellett mennem, ha tanulni akartam, el kellett mennem, ha kapcsolatot akartam építeni, el kellett mennem. A régi kultúrházak közösségi erejéről, társadalmi jelentőségéről, Szekszárd sokszínű kulturális életéről, az akkor működő társulatok széles tárházáról tartott várostörténeti előadást Vitéz Attila a Szekszárdi Múzeumban. A látogatók megtekinthették a több mint 100 éves zászlót, régi fotókat, képeslapokat, termékeket. Én ezt az emberi oldalt szeretném itt egy pár gondolatba elmondani, hogy melyik tárgyban mi az a szépség, amit meglátunk, mitől szép egy régi toll, vagy mitől szép egy régi zománctábla, vagy hogy éltek régen a kereskedők, vagy egy bankos tisztviselő, aki még nem számítógéppel dolgozott, hanem betétkönyvekbe írta be a pénzünket. Tehát ebbe a szépségbe szeretném egy picit bevezetni a látogatókat. Én közgazdász vagyok, alapvetően a történelmet szerettem mindig is, ugye ez egyértelmű volt. Igazából közgazdászként be kell vallanom, hogy először befektetési jelleggel kezdtem gyűjteni a régiségeket. Gondoltam, hogy ami régen 100 egységet ér, az majd 10-20 év múlva többet ér. Ez be is igazolódott, de menet közben ugye nagyon sokat tanultam a képeslapokon keresztül is, meg a tárgyakon keresztül is. Tehát mindig, amikor vásároltam valamit, akkor utána olvastam, utána kerestem, tehát tulajdonképpen ezzel tudásomat is bővítettem, és ez a jövőben is célom. A gyűjtő szakmai munkájáért az emléknapon Wosinski emlékplakettben részesült. Nagyon jó érzés volt, én ugye egy gyűjtő vagyok, amikor egy gyűjtő ilyen társadalom elismerésben részesül, az mindig jó érzés, mert ugye a gyűjtőt mindig meg szokták bélyegezni, hogy nem egészen normális. Én ugye helytörténeti dolgokat gyűjtök 2000 óta, alapvetően képeslapokat, illetve minden olyan dolgot, ami a század előn meghatározta a város életét, tehát olyan tárgyakat, amiket a mindennapokban használtak az emberek. Ezeket a tárgyakat és a képeslapokat is ugye én nagyon nehezen tudom megmutatni, mert ezeket otthon tartom. Így készültek ugye azok a könyvek a képeslapokról, illetve tavaly, amikor a múzeum felkért, ugye a tárgyaimból rendezni egy kiállítást, akkor az is egy nagy megtiszteltetés volt. Ugye egy gyűjtőnek jó, hogyha meg tudja magát mutatni. Én úgy gondolom, hogy ez elismerés annak a gyűjtői munkának, amit végeztem. A Wosinski emléknapon minden évben díjazzák azokat az oktatási intézményeket is, amelyek beépítik tantervükbe a múzeum látogatást, és amelyek sokat tesznek tanulói kulturális tudásának bővítéséért. Idén a Múzeum Barát Óvoda címet a Faddi Kismanok Óvoda kapta. Nagyon jó érzés volt, negyedik éve járunk, most már a múzeumot látogatjuk 2-3 havonta, a gyerekek nagyon várják ezeket az előadásokat, és tehát izgatottam. Nagyon sok pluszt is kapunk, meg olyan ismereteket a pedagógustól, amit ugye vagy elmaradt az óvodán belül a foglalkozásokon, és tehát örömmel. Szülőkkel is voltunk már látogatni most az utolsó alkalommal, és ők is nagyon élvezték ezt. Hát az állatokról, azokról az előadásokat nagyon szeretik, a szüretelést, ahol ki tudják, tehát meg tudják tapasztalni azokat az eszközöket, ugye, amit régen használtak, és hát azokat a kis barkácsolásokat, amit az óvodában ugye is ugyanígy továbbítjuk és csináljuk is. Múzeum Barát Iskola címet nyert a Szekszárdi Pécsi Tudományegyetem Ily és Gyula Gyakorló Általános Iskola. Nagyon jó érzés volt, hiszen mi is örülünk annak, hogyha a tanulóink minél többféle ismeretet szereznek, és minél szélesebb körű ismeretekhez jutnak, és ez a múzeumban pontosan, a múzeum pedagógia erre szolgál. Úgyhogy mi örülünk neki, és igyekszünk minél jobb kapcsolatot ápolni az intézménnyel. Történelemórák
keretében nagyon szívesen hozzuk el a gyerekeket, illetve nyári táboraink, illetve nyári napközéink vannak, és ezek keretében szinte minden csoportunkat eljuttatjuk a múzeumba. Nagyon szívesen vesznek részt a múzeum által szervezett nyári táborokon is a gyerekek. Van egy korosztály, aki itt az interaktív kiállítás jobban vonz, de én azt gondolom, hogy még mindig van az a gyerekréteg, akit egy hagyományos kiállításra be lehet vinni, és szájtát vacsodálkozva néz a dolgokra, és rácsodálkozik a régi korok világára. Az emléknapon természetesen a Wosinski díjakat is kiosztották a kiemelkedő munkát végző dolgozóknak. Idén Fuchs Márta néprajzos múzeológus és Hucker Veronika könyvtáros múzeumpedagógus vehette át az elismeréseket. Márta a tavalyi évben a Szerbiai Néprajzi Múzeummal létrejött együttműködés keretében megvalósult kiállításnak volt a kurátora, ami nagy sikerrel zajlott le, mind Belgrádban, mind itt Szekszárdon, katalógus is megjelent, úgyhogy ez mindenképpen indokolta. A könyvtáros kolléganő pedig, évek óta folyamatosan számíthatunk megbízhatóan a munkavégzésére. A múzeumot alapító Wosinski Mór szobrát is megkoszorúzták az intézmény és a Szekszárdi Múzeumbarát Egyesület vezetői. Az emléknap idén rendhagyó módon zajlott, mondja Ódor János. Hát amiben mindenképpen rendhagyó, hogy idén 30 esztendeje vette fel intézményünk a múzeum alapítónak a nevét, és részben ez is indokolta, hogy a szokott Wosinski emléknapi programok, tehát kitüntető díjak átadása mellett egyéb rendezvényeket is rászervezünk erre a napra, és ehhez kapóra jött a mozaik túrának ez a roadshow állomásaként való felkérés, ami azt eredményezte, hogy két helyszínen a Vármegyeházán, illetve a múzeumnak a központ épületében is egész estébe hajlóan programokkal várjuk a kedves érdeklődőket. A Megyei Múzeum 1989. májusában vette fel az alapító Wosinski Mór nevét. A Bogyiszlói Hagyományőrző Egyesület tevékenységét a Tolna Megyei Értéktárbizottság beemelte a megyei értékek közé. Bogyiszlón szinte kötelező részt venni az Egyesület munkájában, akik a tánchagyományok mellett a falu évszázados hagyományait is őrzik. Ezen az adi felvételen Martin György az ismert néptánckutató gyűjtésében látható a fiatal bogyiszlói együttes. A felvétel 1976-ban készült, a megalakulás évét követő 5. évben. Ma is a csoport magját az akkor táncolók adják, de az idők alatt az új generációk is megfordultak az együttesben. Itt a Dunapartján szinte íratlan törvény, hogy részt kell venni az együttes életében. Díjak és emlékek mindenhol. Ez a főhadiszállás a Bogyiszlói Művelődési Házban. Stier Tamás néha kezdetek óta vezeti a munkát töretlen lelkesedéssel és férje hathatós támogatásával. Itt kezdődött 1971-ben a szekszárdi születinapokon. Voltunk elsőbb csoporttal, és akkor kaptuk ezt az emblémát, és ez nekünk nagy érték. Azt gondolom, hogy ebbe beleszülettünk a bogyiszlói hagyományőrzésbe. Gyerekkorunktól kezdve itt voltunk a nagy lakodalmakban, és ellestük az öregektől, hogy mit csinálnak az idősek. És akkor iskolába is egy kicsit táncoltunk, volt tanárunk, aki esetleg táncoltatott bennünket, és amikor 1971-ben a szekszárdi születinapra fölkértek bennünket, vagyis az akkori művelődési ház igazgatót, hogy szervezze meg, és akkor összeszedtünk legalább 50-60 embert, akik elmentünk, felvonultunk a szekszárdi születinapokon, a TSZ-től kértünk kocsikat, azon férfiak, hordók, rokka, minden az égvilágon, amihez hozzátartozott, és ott kezdődött az egész 1971-ben, és utána szinte minden héten találkoztunk péntekenként, és az általános iskolai emlékeinkből próbáltuk összeállítani a táncainkat. Mondjuk 76-tól kezdve is minden héten, az év 52 péntekében mondjuk 48-at biztos itt töltünk. A táncon kívül a falu adományaiból minden régi emléket is összegyűjtöttek, de a mai napig megélik hagyományaikat is. Őrizzük azt, hogy minden évben csinálunk aratást, elmegyünk, kaszának a fiúk, mi markot szedünk, a gyerekek teregetik a kötelet, kötelet csinálunk előtte való nap este. Ha lakodalmak, most ugyan már mindig kevesebb van lakodalomban, őriztük azt, hogy mentünk kalácsot dagasztani, tortát sütni, tehát ami a bogyiszlói hagyományhoz tartozott. Átérzik az emberek a fontosságát,
átérzik az emberek a fontosságát. Még mindig emlékszem rá, hogy a 76-os gyűjtés után, amikor a Szabadi Miska bácsi fölkarolt bennünket 78-ba, Szabó Pista bácsit megkerestük, mert általános iskolás korunkban ő tanított, hogy jönne hozzánk, és azt mondta, hogy az egészségügyi állapota nem olyan volt, de van egy jó táncozértő szakember barátja. És akkor megismertük a Miska bácsit, és azóta ő családtag nálunk, koreográfiákat készített, gyűjtöttünk vele, jártunk idős emberekhez pásztorkodást gyűjteni. Tehát ami bogyiszlói hagyományhoz tartozott, ugye bogyiszló parasztfaló, pásztorkodás, vízzel kapcsolatos dolog, lakodalmak, keresztelő, ami egy szűk kis közösséghez tartozott, azt próbáltuk mind színpadra vinni. Hála Istennek olyan csapata vagyunk, voltunk is körülvéve, meg vagyunk is, ha valamit megbeszélünk, azt mindenki tartja. Nyilván, hogy nagyot fordult a világ, mert azért, amíg a gimnáziumban nincs érettségi, addig itt vannak péntekenként. Érettségi után elkerülnek az ország különböző részébe, és nagyon nehéz akkor már összeegyeztetni, de öröm az, amikor itt vannak a fiatalok. Marika néni hűtársa Stír Tamás, aki nélkül mindaz, amit elértek, biztosan nem születhetett volna meg. Háttér nélkül nem megy a munka, és ugye, ha valamire szükség van, akkor gyere, hozzad, vigyed. Az életünk van, mert ezt másképp nem lehet csinálni, csak úgy, hogy az embernek van alázat. És a heti próbák, aztán föllépések, szervezések jobbra-balra, mondjuk az inkább a feleségem része. Én csak úgy néha segítek. Az együttes alappillére a falunak abban a tekintetben is, hogy nincs olyan társadalmi esemény vagy ünnep, mely nélkülük, szervező munkájuk nélkül válna valóra. Tavasszal kaptuk a Tolna megyei civil szervezet díját, nagyon nagy öröm volt, és most, hogy az értéktárba bekerültünk, ez is nagy öröm. Azt gondolom, hogy ez a fizetség azért, amit hosszú évek óta, több mint 40 éve teszünk ebbe a faluba, hogy elismerünk, helybe is elismerik, vagy a szűkebb környezetünk is elismeri. Hiszen bejártuk, azt mondhatom, az egész Európát, és mindenki nagyon jól érezte magát, és most ez itthon is elismerik a munkánkat. Nem ülök én a kent kocsijára, nem tennékem a kent barna lány. Kinyitjen be kukutyomba, gyere rózsám a karomba. Kinyitjen be kukutyomba, gyere rózsám a karomba. Ha valaki Dicső Zsolt nevét hallja és ismeri alkotásait, valamilyen versre gondol, pedig vonzza őt a képzőművészet is. Képei ugyanúgy, mint a versek, az élet fonák oldaláról közelítenek. Dicső képeit az I. és Gyula könyvtárban állították ki. A kép is úgy készült, hogy a Zugba vásároltunk hangfalakat. És ezen állt a hangfal. És ahogy megláttam, egyből tudtam, hogy ezzel valamit kell kezdeni, és ott voltak még mellette a kartonok, és abban a pillanatban eszembe jutott, hogy mi lenne, hogyha a térből kiállnának az arcok, és az árnyék lenne tulajdonképpen, az arcok árnyéka lenne a fő téma, mert akkor kapunk egy dupla árnyékot, hiszen a kiálló arcoknak, mert hát ez is négy arc itt egymás mellett, a kiálló arcoknak is lesz egy árnyéka. Így készülnek Dicső Zsolt alkotásai. Éppen úgy, ahogy a versekben, ezekben is van mindig valami csavar. De én ilyen vagyok, mondja. Keresem azt, ami picit más, mint a megszokott. Én valamikor, annak idején grafikus szerettem volna lenni, átisk koromban, de aztán hát túl jó tanultam, és szüleim beirattak ide a Garai Gimnázium a fizika tagozatra, amit ma már tudunk, hogy nem kellett volna. És ott előtérbe került már a költészet, a versírás, és ez a rajzolás, képzőművészkedés egy kicsit háttérbe került, aztán utána zenekar jött. Bár két évet érettség után még dekorációkban dolgoztam, hogy közel maradjak hozzá, de hát aztán teljesen más irányt vett a dolog. Persze azért rajzoltam, csináltam képeket, de kiállításokban nem igen gondolkodtam.
még nem egyszer találkoztam Máté Gyula bácsival, és Máté Gyula bácsi Mélárt irányba terelt minket, Jankovics Zolival, és akkor elkezdtem újra képeket csinálni. Aztán mára már tagja vagyok a Magyar Küldeményművészeti Társaságnak, tehát azért csinálgatok, rajzolgatok. És hogy ide kerültem a könyvtárba, Liphauser János igazgató úr már 2 éve kapacitált, hogy csináljak egy kiállítást, és mivel hát én szervezem a kiállításokat, ha már annak idején nem sikerült, most beszerveztem magam ide a sorozatba. Meglátok egy formát, és én abban valami teljesen más látok bele, mondja. Az anyag nem rendeltetésszerű alkalmazásával oldom meg a látványt. Szoktam mondani, hogy ezt a verset neked írtam, szoktam mondani. Szóval eszembe jutott ugye ez a másik hangfalnak a talpa, amit az előbb mutattam. És akkor meg eszembe jutott, hogy egy fát kéne, aminek betűt tésztából van a lombja, és hát hullajtja, és hát ott lent születik a mű, vagy fönt az el nem készült művek. Szépen kivágtam előre az ágakat, megcsináltam a fa vázát, és akkor utána 1 kiló betű tésztát rászórtam, tapétaragasztósat, és akkor szépen mindjárt ott lepotyogott egy csomó, és aztán hát potyorászik le. Hát itt is, amit mondtam, hogy a szöveg és a kép hoz egy harmadik minőséget. Nem az úgymond hétköznapi jelentését, látványát, értelmét, mindig van egy mögöttes vagy egy meglepő látványt hozó elem mindenképpen, mint hogy a kiállítást is csak nem álltam meg, hogy a tárlóval ne csináljak egy installációt, mert hogy az nem csak a falon van, hanem az kicsit kiléptünk térben is van, mint hogy egy-két kép megjelenik térben is. Nem csak a két, hanem a 3 dimenziós, tehát a 4. a gondolat, tegyük mögé. Nem tudom, miért bújtam el ezekkel az ügyekkel. Mindig, amit csináltam, bekerültek valahova, sok munkát elajándékoztam, és sosem gondoltam arra, hogy kiállítást csináljok az ötleteimből. Szeretem azt a fajta művészetet, ahol a szöveg is jelen van, mi még képversként ismertük annak idején, vagy úgy tanították, ma már ez persze más, ahol nem csak a betű alkot egy képet, hanem a kép és szöveg hoz létre egy harmadik minőséget. De hát technikák is, nagyon sok. A Gyula bácsival, amikor összejöttünk, ő például megismertetett az indigó vasalás technikájával, abból is van kint két kép, tehát a technikák is nagyon vonzanak. Persze, de hát inkább a művészet önkifejezés. Hát gondoltam, hogy akkor így szépen körbeér lassan, hogy irodalom, zene, képzőművészet. Hát táncolni nem fogok valószínűleg. 1994 óta rendeznek énekversenyt a diákok részére, melyre idén szerte a megyéből és azon túlról is érkeztek versenyzők. A vállalkozó kedvű ifjak popdal és musical kategóriában mutathatták meg énektudásukat. A szervezők idén keresztelőt tartottak, ettől az évtől kezdve Gemenc hangja néven fut a rendezvény. A Gemenc hangját keresték a hétvégén a Szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központban. Ezt az elnevezést kapta az az énekverseny, melyet már évtizedek óta megrendeznek a megyeszékhelyen diákok részére, és amelyből a szervező tücsökzenés színpad is alakult. 24 éve rendezem már ezt a versenyt, csak éppen nem Gemenc hangja volt a címe, hanem volt egy énekverseny, és tulajdonképpen 95-ben ebből indult a Tücsökklub annak idején, aztán a Tücsökzenés színpad, ugye, és gyakorlatilag ez a verseny 2 évente azóta is folyamatosan megy, megyei szintű, vagy megyén kívülről is jönnek sokszor, és idén tartottunk egy keresztelőt, és úgy döntöttem, hogy Gemenc hangja lesz, és ezt a nevet meg fogjuk tartani ezután is. Pop vagy musical dalokkal, vagy akár mindkettővel, életkor szerint 4 kategóriában nevezhettek a versenyzők.
korengedménnyel 6. életévüket betöltött óvodásoktól a felnőtt egyetemistákig lányok és fiúk egyaránt megfordultak a színpadon. Hát úgy hirdettük meg, hogy lehetőleg minél jobban szétszedjük a gyerekeket. Egész más tényleg el egy 6-10 éves gyerek, mint ugye egy középiskolás, úgyhogy 4 kategóriában hirdettük meg életkort szerint, és alsó-felső tagozat, középiskolás és diákok, felnőtt diákok. Azért hangsúlyozom, hogy diákok, mert többen jelentkeztek volna felnőttek, akik már dolgoznak, de ez konkrétan diákok részére volt meghirdetve. Néhányan úgy gondolták, biztosra mennek, és egyből 2 választható kategóriájú dallal is neveztek. Ráadásul nem csak magyar számokat hallhatott a közönség, volt, aki angolul vagy németül énekelt. A 9 tagú zsűri korcsoportonként és műfajonként arany, ezüst és bronz minősítéssel kellett, hogy díjazza a megfelelő színvonalú produkciókat. Az értékeléskor ugyanis a különleges hang mellett fontos szempont volt az előadásmód is. Talán a következő szempont az, hogy jó hang mellé, hogy tudja még, de hát ez is nagyon nehéz ilyenkor, mert még picik, hogy az előadásmód, hiszen tele vannak még azért legtöbbjük izgalmakkal, lámpalázzal. Én is talán ennyi idős koromban, sőt biztos, nem csak talán, biztos, hogy nagyon izgultam, és gyűrögettem a szoknyámat, hogy tudjak énekelni. És aztán jött a technika, az énektechnika, és akkor az elkötött a figyelmemet, és abban nem tudtam izgulni. De itt azért láttam egy pár gyereket, akik nagyon felszabadultan, jó hanggal és nagyon felszabadultan adták elő a dalaikat. Sokan remekül szerepeltek, a minősítéseken kívül meg annyi külön díj is átadásra került, de természetesen, mint a legtöbb verseny esetében, itt sem a győzelem volt a fontos. Azt gondolom, hogy ez egy rendkívül fontos és nagyon szép elfoglaltság egy gyereknek, mert olyan sokszor előfordult az elmúlt 24 év alatt, hogy egy gátlásos gyerekből csodálatos palánta alakult ki, az éneklés során kinyílott, és akár egy dadogós gyerekből, vagy egy visszahúzódó gyerekből egy jól kommunikáló fiatalember lett a végén. Az éneklés az egy nagyon felszabadító dolog, nagyon sokat ad a kisgyereknek, a felnőttnek, mindenkinek, érzelmileg gazdagítja. Tehát a jövőre nézve, és nem csak érzelmileg, akár mindenféle kommunikációban is jobban tud érvényesülni, felszabadultságot hoz, bátorságot kommunikálni. Tehát én úgy gondolom, hogy a muzsika talán az egyik legszebb dolog a világon. A Magyar Televízióban 1968-ban mutatták be a Mézga család rajzfilm sorozatot. A mese az egész ország kedvence lett, történetén több generáció nőtt fel. Mézgáikból több széria is készült, melyek rendre megdöntötték a nézettségi rekordokat. A felejthetetlen örökzöld történet egy zenés vígjáték keretében került színpadra. Generációk ültek a tévé előtt akkor, amikor hétfőként még sötét volt a képernyő, hogy megnézzék a magyar rajzfilm kultúra örökértékű darabjait. A Mézga család sorozatából a mai napig vannak mondatok, melyet mindenki ismer. Hogy melyik, 1 forintért megmondom. A rajzfilm színpadi változata igazi retro élmény, és erre az alkotók is törekedtek.
Tulajdonképpen mi magunkra ismertünk, mert mi is ugye éltünk egy ilyen szövetkezeti panellakásban, a család, mi is ugyanígy voltunk, apa, anya, nővérem volt, én voltam öcsi, tehát igazából mindannyian magunkra ismertünk. Sokkal többen éltünk úgy, mint a Mézga Gézáik, mint ma. Természetesen visszaköszönnek a régi poénok is, tehát azokat is hallhatjuk a színpadon. Már a színpadi változat egy új történet, de nem mai elemek felhasználásával készült. Nem modernizáltak. Nincs például mobiltelefonja a szereplőknek, és öcsi sem laptopon értekezik a család földön kívüli tagjával. Tudják, Köbüki, aki mindig segít. Szerintem már eleve attól más, hogy ugye élő emberek vagyunk, és a színész az bármennyire is egy másik ember bőrébe bújik, mégiscsak önmaga. Önmagából alakítja ki azt a figurát, aki éppen, úgyhogy ebből a szempontból más. Nyilván a karakterjegyeket az írónő megőrizte, tehát azok megvannak, nagyon sokszor hangzik el az, hogy Géza, nagyon sokat vagyok pánikban, nagyon sokat aggódom a gyermekemért, Aladárért, nagyon sokat vigasztalom Krisztikét, úgyhogy ezek a jegyek megmaradtak, ezek azonosak, de hát szóval élő emberek vagyunk, ennyiben más. Nehéz is visszafogni magunkat, hogy ne szaladjon el velünk a ló, de hát ez is a szakma része, hogy azért ezt tudni kell megállni, de nagyon-nagyon jó kedvűen csináljuk. Eddigi tapasztalat az, hogy velünk lélegeznek és velünk élnek a nézők, és tökéletesen elfogadják azt. Egyébként meglehetősen hasonlít ez az egész a rajzfilmre. Akár díszletileg, akár jelmezileg, ugye nem beszélve a főcímzenéről, ami szintén elhangzik. Tehát nagyon sok a hasonlóság, és miután megnyugszanak, hogy van hasonlóság, utána már jönnek velünk. Házasságkötés előtt neki, házasságkötés után már neked. Így igaz. A mai gyerekeknek kicsit a retro hangulat lehet, de nem, ennyire nincs benne szerintem a jelenkor hangulata, meg azoknak a kor hangulata, tehát ez ennyire nem. Ez egy tök jó vígjáték, nagyon jól lehet rajta nosztalgiázni, szuper zenék vannak benne, nagyon jó kedvű, úgyhogy mindenkinek ajánlom. Képzelje, itt sündörög egy folyáca valami kereskedő, árul mindent, és az én Paulámnak udvarom. Paulának? Há, fura egy biztosa van. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!